Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek a kis mai bejárásunkra. Az a célunk, hogy a Fejér megyében, itt a térségünkben zajló a holokauszt emlékév keretében anyagilag is támogatott, a kormány által támogatott zsidótemető rendbetételeket megtekintsük. Ezért nagyon hálás vagyok Herzl elnök úrnak és Tordai Péternek, hogy a Mazsisz képviseletében itt vannak. És hát az egész témáért felelős a kormányban ezt a feladatot hívő Matolcsák Csabály kollégámnak is köszönöm, hogy ezt a mai napot sikerült megszervezni. Káponásnyéken vagyunk. Káponásnyék új polgármestere van, az uratnak már elmondtam, polgármester úr egy remek ember, aki nagyon-nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, és azt hiszem, hogy nagyon jó gazdája lesz a településnek. Az országgyűlési képviselő is itt van. Tesszeri képviselő úr a Bicskén volt polgármester, tehát településvezetőként is és képviselőként is már komoly tapasztalatokkal rendelkezik, tehát úgy gondolom, hogy ők mind a ketten, mind a településért, mind az itteni zsidótemetőjén sokat fognak tudni tenni. De hát ennek az egésznek a motorja a mi kiváló barátunk Szilás Jonathan Sándor, akiről én sokat beszéltem a buszban. Mi ismerjük is egymást. Igen, sokat beszéltem a buszban, és az, hogy ez a temető még nem tűnt el, az neki köszönhető.